Nagyon szépen köszönöm, hogy ennyien eljöttetek. Szép számmal összegyűltek hétvégén a pécsi dárcosok, egy rendhagyó versenyt szerveztek a Pécsi Darts Klubban, a pécsi Heyrich Kevin gyógyulásáért fogtak össze a sporták szerelmesei. A 17 éves fiúnál egy éve diagnosztizáltak nyirokmirigy daganatot, a kemoterápiás kezelésnek köszönhetően most stabil az állapota, ő is eljött a versenyre. Beszélni nem szeretett volna, így az édesapját kérdeztük, aki elmondta, hogy egyedül neveli fiát és 15 éves lányát, a betegség pedig az egész családot súlyosan leterheli anyagilag. A kezelések azok befejeződtek, az iskolát azt elkezdte, nagy kedvel kezdte az iskolát, örömmel ment vissza. Mit szól hozzá, hogy ennyien összejöttek most itt ezen a jótékonysági darts versenyen? Hát mindenkinek szeretném megköszönni részvételt, a támogatást. A verseny fővédnöke Páva Zsolt Pécs polgármestere volt. Természetesen örömmel vállaltam, már túl azon egy szomorú helyzetben kell segítenünk, de azt, hogy egy ilyenfajta tényleg abszolút, ahogy szokták, alulrövő kezdeményezés van, tehát nem valamiféle hivatalosság, hanem tényleg egy-két jó szándékú segítő kitalálta ezt. Ez mindenképpen nagyon dicséretes dolog, és örülök annak, hogy ilyen pécsi polgárok vannak, akik ilyen ügyekre is odafigyelnek. Nem a megszokott formában zajlott a megmérettetés, úgynevezett kriket szabályrendszerben kellett a legnagyobb szektorokat célba venni. A versenyen 37-en indultak. Mivel Kevin támogatjuk, így a klub egyértelműen minden tagja. Egyértelműen úgy tettük, hogy vagy szabaddá tettük magunkat, és aki tud, itt is van verseny, az, aki nem, az pedig támogatói díjat fizette be, ez nem is volt kérdés. Mai nap játszunk. Mindegyik játékosnak most tényleg a részvétel volt a fontos. A versenyen 350 ezer forintot sikerült összegyűjteni, amit teljes egészében Kevin utókezeléseinek költségeire fordíthat a család.